Talán akkor először megzengettem az orgonát, és akkor utána beszélünk róla. Amikor ilyen taposó fújtató volt az orgonának, de ma már ilyen nincs, azt leszereltük a 90-es évekbe. Ennek az orgonának az első villanymotorját a Szabó Imre bácsi egyháztanácsosunk volt, meg a Kudaba tanárnőnek, meg a Szabó Éva tanárnőnek az apjuk azt csinálta 1936-ban egy kilovattos villanymotorra a fújtatót, utána már nem kellett taposni az orgonát, de sajnos tüdőbeteg lett az orgona idézőjelben, mert ha ilyen nagy akkordokat fogtam az orgonán, akkor kifújt az orgona, elfogyott a levegő. A Pannonhalmi Bencis apátság templom orgonájában volt egy Laukuf, ez egy német orgonagyár. Ennek az orgonagyárnak ott lebontották az orgonáját, elvitték Miskolcra, és én a bátyámmal elmentem Miskolcra, 40 ezer forintért elhoztam azt a Laukuf fújtató motort, amit itt lehet bent látni majd. Azóta nincs probléma a levegővel, mert van levegő bőven. Most bőkapcsolom a motort. Tehát levegő most bőven van. Ez a pedálmű, ez a főmű, és ez pedig a redőnymű. Tehát itt van a 36 regiszter, a legkisebb sípok pedig. Ezek már olyan picik, hogy nem is hallatszik a hangjuk. Ezek pedig 5,5 méter hosszú, nagy, hatalmas, horganyzott sípok. Horganyzott sípok. Rieger Otto volt, aki ezt 1908-ba építette ezt az orgonát, de ez az orgona akkor már nem az első orgona volt, ez harmadik orgonája volt, úgy tudom, ennek a templomnak. Több orgona is megfordult, de ilyen nagy orgona akkor még nem volt. Összenőttünk ebbe az orgonával már 94-től, ebből, mert ez egy új játszóasztal volt 94-ben. Az orgonákat általában mindig úgy kell nézni, hogy mindegyik jó. Tehát nem a hibájaikat kell nézni, mert minden orgonának ennek is vannak hibái, de szeretni kell az orgonákat. Szeretni kell. Ez a kornét egy principál, egy főjátékkal. A principál az a homlokzatban látszanak ott, ők azok a principálok. A kornét az pedig egy ötsoros kornét, nyolctábas, tehát ebbe több síp is szól. Öt síp egyszerre szól, csak önmagát. Ez öt sípnak a hangja. Hát vannak itt kedves hangok. Például. Thank you.
Fényesítünk rajta. Vagy ugyanezt játszom nyelvvel. Oba. Csak négy picike síp szól egyszerre, de abból is csak egy oktáv. De hogyha hozzáteszek egy nyolclábast, akkor már mindjárt lehet hallani, hogy egész jó. Ez volt a hárfajáték. Most nézzük meg a kringe, a harangjátékot. És akkor a címbellel. És akkor egy mixtúrával. Ez mind más. Tehát ezek mind ilyen apró játékok, ez a mind a redőnyben vannak ezek. Ez itt télen szoktam használni ezt a villany infrát. Azt szoktam mondani, ez ilyen malac melegítő, de hát nem csak a malac melegítő, öreg disznót is fűti ez. ...1972 őszén lettem kántor itt Majsán, de előtte 8 évig már helyettesítettem az elődömet, a Varjasi Ottó bácsit, aki Szegedre ment el.
és úgyhogy jövőre leszek 50 éves kántor, plusz az a 8 év, amit helyettesítettem. De hát az még akkor nem voltam még kántor. 7 évig zongoráztam, és 14 éves koromban édesapám D. Cseppellel, kismotorral fővitt Budapestre, és ott hagyott. Pesten, ott végeztem el a kántorképzőt. Van még egy különlegessége itt a környékbeli kántoroknak. A Varjasi Otto bácsi is, én is, a Halasi kántor is, a Jászent Lászlói kántor is, meg a Kecskeméti kántor is, az akkori kántor. Mi négy gyerekesek voltunk. Ennek azért elég jó hangja van. Tehát ki van búzaszentelése, kimegyünk a Vajosa szállásra, akkor ott elvedog. Ez jó szól. Persze, ez taposni kell. Levegőt pumpálom bele, és akkor... Na, csak ezt taposni kell.